Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, január 4-e, a jó szellemek éjszakája. Ezen az estén vagy éjszakán kívánhatsz valamit, mert ez a kívánság megvalósul. Ez a nap, január 4-e úgy, ahogy átélet kihat november hónapra. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó? November hónapról, a Szkorpión jegyéről, tehát ezekről a témákról. Ez a szertartás óv bennünket a fekete mágia ellen. Vannak tényleg ilyen erős szertartások, amikor valaki olyan rossz indulattal a fekete mágiával foglalkozik, de én úgy gondolom, hogy ez inkább olyan ritka. Viszont ami gyakrabban előfordulhat, hogy van valaki a környezetünkben, aki utál bennünket, rossz indulatú velünk szemben, vagy rosszat kíván. Ez nem ez a szertartás, ez a fekete mágia szertartás, de mégis érezhető a rossz indulat, és érezzük ezt a negatív befolyást. A szertartás, amit én tartok, az véd ezektől a kapcsolatoktól, ettől az energiától. Amit még ez a szertartás jelent, illetve a téma január 4-én, ami kihat novemberre, ez a mágikus vonzalom kettőtök között. Jelenthet megújulásokat, jelenthet változásokat, vagy titkokat. Esetleg azt, hogy őrizd meg a titkaidat, vagy az is lehet, hogy te úgy érzed, hogy a lelki társad, vagy valaki más a környezetedben eltitkol előled valamit. Amiben a szertartás még segíthet, hogy felszabadít bennünket a félelmektől, a bizonytalanságoktól. Amit az energia még jelent, a kapcsolat az őseinkkel, vagy a szexuális témák, hiszen a Szkorpión jegye uralkodik e felett a téma felett. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, itt titkokról van szó. Mit titkol el ő előled? Mi az, ami titokzatos, vagy mit kellene neked eltitkolni. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a titkos jóslást, akkor az személyes passzol a te helyzetedre. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Itt középen a nap látható. Ez jelenti a te magabiztos fellépésedet, jelenti a kisugárzásodat, a sikereket, a vonzalmat kettőtök között, de a nap meg tud világítani valamit, láthatóvá tesz valamit, tehát kiderül az igazság. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és itt mögötted megjelenik a kígyó. Ez jelentheti a megújulásokat, a változásokat, ez olyan, mint egy újjászületés. Jelentheti a szexuális témákat is, passzol a Szkorpión jegyéhez. Amit ez a kártya még jelenthet, a gyógyító erő, lehet, hogy ezen a területen
még tanulsz valamit, hiszen itt megjelenik a könyv, jelenthet tudást, tanulást is, amit ez a kígyó még jelenthet egy nő. Vagy az ő környezetében, vagy a te környezetedben. Ez lehet az ő ex-társnője, vagy ha még házasságban él, akkor jelentheti a feleséget, ami téged illet. Ez a nő lehet egy kolléganő, lehet egy barátnő, egy ismerős, vagy valaki a családból. Itt láthatóak a titkok, hiszen ez a könyv csukva van. Nem látjuk azt, hogy mi van benne. Tehát ez a nő eltitkol előled valamit, vagy eltitkol előle valamit. És itt anyagiakról van szó, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat. Mivel itt a könyv és a halak együtt jelennek meg, az lehet, hogy itt van egy hivatalos dolog, pénzügyi dolgokról van szó, elszámolásokról, könyvelésről, és előfordulhat, hogy ez a nő figyeli őt, hogy mindent rendesen számol-e el, ha hibát talál, akkor előfordulhat az, hogy feljelenti. Feljelenti őt, hogy a számláit nem rendesen tisztázza. Persze nem biztos, hogy így van, ez csak egy lehetőség. Az is lehet, hogy ez a hölgy pénzt tesz félre, és nem beszél erről, ez az ő titka. Amennyiben ez a hölgy téged illet, hiszen a te környezetedben van, akkor nem beszél anyagiakról, de kíváncsi a te anyagi helyzetedre. Esetleg kíváncsi a munkádra, hiszen az anyagiak azok összefüggésben állnak a munkával, a hivatással. Tehát egy kicsit légy óvatos, ne beszélj anyagiakról. Itt ez a szív jelenti a szerelmet, és a gyűrű a párkapcsolatot. A gyűrű azt is jelentheti, hogy valaki visszatér a múltból, mert szeret téged, mert látni akar téged. Ebben az esetben a kígyó jelentheti a mellékutakat, hogy mellékutakon közeledik hozzád. És itt van egy titok, a halak utalnak az anyagiakra, vagy azt jelenti, hogy nem beszél az anyagi dolgokról, vagy lehet, hogy lesz anyagi segítség, segít neked, de kezdetben még nem beszél erről, eltitkolja ezeket a dolgokat, amit veled tervez. Tehát itt kapcsolatok vannak, szerelem, vonzalom, tehát a középpontban lesznek megújulások, vannak titkok, hiszen a jóslásnak ez a témája, a titkok. Igen, vannak titkok, ami az anyagiakat illeti. Ez legyen a te titkod, az is lehet, hogy valaki eltitkol előled valamit, ami a pénzügyi dolgokra utal. Tehát nem szabad most pénzről beszélni. És ez volt a jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!